Hello, 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 hello. Ez már az 5. alkalom, hogy Dungeon Siege-ezünk. Döntöttem egyébként így a délutáni programmal kapcsolatban. A Slime Rancher... Dryer. Majd játszunk a 2-vel holnap, úgyhogy nem játszottunk még az 1-el. Érdekel. Dungeon Siege így is csak 2 alkalommal van a héten, szóval nehogy már csak egy legyen. Úgyhogy, hát ez van. Ez van, srácok. 11, 56, 49, ez a mentés kell nekünk. Sotiris még hozzá. Sosem értettem azokat a kérdéseket, hogy mi lesz este, meg hogy mikor mi lesz. Hát, hova a nénikémbe írjam ki még a menetrendet, srácok? Hát hova írjam ki? Hát, a homlokomra? Shelby Gaming. Hova írjam ki? Nem értem. Nem értem, srácok. Hát hogy lehet ilyen hülye kérdéseket feltenni, de komolyan. A homlokodra, mint a háttább streamerek. Igen. És mindjárt lehajolok valami tollér, vagy valami filcér. Na! Hol tartottunk, srácok? Ott tartottunk, hogy... Megkerestük Meriket, és most már csak a botja kell, ám de találkoztunk az utazó nép táborában ilyen, hát ezek az utazó népek ilyen orosz vagy német akcentussal beszélnek, azért is az a cím, ami most van, mert hát ilyen arany emberök így beszélnek, ilyen furán, nem tudom, külföldiül beszélnek, utazók, és ők hát a rablóknak adtak. Hát mi, ki voltak szolgálva a rablóknak, viszont mi most megmentjük őket, illetve megmentünk valakit is. Hát na, szóval megmentjük őket. Utána pedig a varázsló botját megkeressük, mert ő egy olyan varázsló, aki nem tartja magánál a botot. Igen, és jól látjátok azt is, már 8-an vagyunk, tehát teljes létszámban van a csapatunk. Annak ugyan nem néztem utána, de említettétek, hogy ha kevesebb karakterrel játszanék, igen, az IASZ az onnan van, ha kevesebb karakterrel játszanék, akkor talán könnyebb lenne egyébként a játék. Azért lenne könnyebb a játék, mert az XP elosztódik. Tehát, most egy killér sokkal kevesebb XP-t kapnak a karaktereim, mint hogyha kevesebben lennének. Talán gyorsabban lenne fejlődni, ahogy kivettem a szavaitokból. De az helyzet, hogy ezt így legutóbb mondtátok tegnap, és azóta még nem foglalkoztam ezzel az ügyen. De hát, ha vannak köztetek olyanok, akik ezt meg tudják válaszolni jobban. Egyébként, hogy fogok-e játszani majd a Modern Warfare 2 PC-s verziójával, hát arra azt tudom mondani, hogy szeretnék. A kérdés már csak az, hogy jújjúj. Jézus, nagyon kapjuk. Gloern átlépett a furkos bot nevű játékba. Ezt nem értem, ilyet miért írt. A kérdés már egyébként csak az, hogy lesz-e olyan időpontban, például lesz-e jövő héten, mert ha jól tudom, a jövő héten nem lesz béta, úgyhogy valószínűleg nekem kiesik a PC béta. Kaputelefon? Micsoda? Volt valami kaputelefon? Igen? Hm.
Adri nem írt, hogy valami lenne. Szia, SM csapat 9K. Mármint, hogy sziasztok. Ezek szerint. Felvettünk egy régi fatáblát, de aha, szúrós régi fatábla a menekítő. Az a gond, hogy ez kuka, ez eladás. Mondjuk, ha vannak favorit karaktereid, akkor jobb, ha kevesebben vannak. Talán mondjuk a legtöbb ilyesmi game az így működik, hogy mindig oszlik az XP. Igen, ezek így működnek, ebben valószínűleg igazad van, csak nem tudom, hogy ez már a Dungeon Siege 1 korában is így működött, Istog. Azt nem tudom. Az XP sebzés alapján osztódik, szóval technikailag igen, ha kevesebb a karakter, akkor gyorsabban fejlődsz. Oké. Na, akkor mondom, mi a terv. A legközelebbi helyen, ahol tudunk magunknak csacsit venni, veszünk, és elbocsájtunk 3 embert a csapatból. Méghozzá Fédrielt, Lorunt és Zedet. Szóval erre gondoltam, hogy ilyen lesz a csapat. Jaj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 
okosbot játékban ez gőzöm sincs mit. Egyszer lehet hármat is, de majd visszatartom. Azt mondod? Már rizikós láb? Megszorítások jönnek, így van. Így van, így van. Hát muszáj, srácok. Amúgy lehet, hogy csak kettőt küldünk el. És akkor maradt két healerünk. De a harcmágust meg az új ijászt, azt mindenféleképp el akarom küldeni. Sőt, a harcmágust már lehet most el kéne küldeni. Hogy bétel egyébként, hogy bemegyünk. Szóval egyébként volt kaputelefon, Taki. Te hallottad? Bandita, bandita. Fú. Harc mágus gyakorlatilag csak viszi az XP-t. Ajajajajajaj. Hallottad? Ha, nem tudom, mi látod. Sotiris 20-as távolsági harcos lett. Ezek szerint akkor tőlem jött a kaputelefon, de hát látjátok, én nem hallom. Sajna. Szevasz, George!
csináltak a hírt. Na, amúgy lehet, hogy kell a két healer. Igen, igen, DS lett végül. Igen, igen, gerépam. Az a helyzet, hogy a Slime Rancherre elő se voltam készülve. Úgyhogy majd, majd holnap. De úgy holnap, hogy holnap akkor úgy fogunk a kettővel játszani, hogy az egyet kihagyjuk, és akkor megpróbálom jól összeszedni a gondolataim, meg, a, meg így a dolgokat, hogy mit kéne mondani az egyel kapcsolatban. Hát amúgy jól szigetel a füles. Pedig nincs is 100%-on. Kellett volna hallani? Hát ilyen, ilyen társasházas kapó csengő hangokat. Te mit lesznek a banditánkok? Hát annak nincs sztoria. Slime Ranchernek. Tudtam a... Van. Beljebb nem ismertett volna a karakterünk szétütni egy ládát. Elég metál ez a retro őrület? Szava smoking. Hát nyomom, nyomom. Ezt már szerettem volna... Hát... Azt hiszem 2018-ban vettem elő. És akkor szerettem volna végigjátszani. Sajnos folyton crash-elt. Most ez alatt a 10 pár óra alatt egyszer volt crash. De... Kezembe volt a... Folyamatosan nyomjuk a quick save-et. Úgyhogy... Nincs baj. És nem is azért volt... Hoppá! Ott a rabló főparancsnok. És azért volt gond a crash-eléssel. Mert nem mentettem, hanem mert idegesítő volt. Mondjuk olyan rossz, mint a Kotor 1 nem volt. A Kotor 1 Steam-es verziója az úgy nézett ki, hogy 5 percenként crash-elt. Azt nézzétek, ő már szabályosan egy sündisznó. Sterneum Hunger. És egy holdkesztyű. És mint a Saints Row? Hát a Saints Row elég idegesítő volt, de ott mondom őszintén, ott nagyon hajtott a kíváncsiság, hogy mégis milyen Saints Row-zni. És valószínűleg... Valószínűleg egyébként hagytam volna a fenébe a Saints Row-t, hogyha játszottam volna az előző részekkel. Hoztatok egy összfért a lootnak? Aha. És úgy változik a felpakoltsága, amennyi loot van benne éppen. Annak idején kimaradt neked ez a játék? Pont múltkor emlegettem, hogy te játszottál a... Hát azt hiszem az Icewind Dale-el. Most így hirtelen nincs meg, de azt hiszem az volt. Tavaly fejezted be, jól emlékszem. És az jóval, tehát ez... olyan, mint ha fognád a Diablót és az Icewind Dale-t, és abból lett ez. Ez olyasmi. A kettő között van valahol. Szóval ez... Jóval inkább, hát ilyen, hát nem is tudom, hogy lehet ezt mondani. Ilyen csapatirányítósabb
Hát ez elég hülye megfogalmazás, nem tudom. Szóval, hogy érted, jóval Icewind Dale-esebb, mint a legtöbb RPG. Igazából szerintem a Dungeon Siege-ekből, ha fognék én egy Dungeon Siege-et, amivel így azt lehetne mondani, hogy na ez az eszenciája a Dungeon Siege-nek, akkor a kettő, mert ott már volt lehetőség, ott már voltak ötletek nagyon sok. És az volt az, ami így nagyon jobb volt a Dungeon Siege-ből, tehát ez ilyen jó, de mai szemmel már nem annyira jó, mint egy Dungeon Siege 2. A Dungeon Siege 2 abban a mechanikák azért azok még mai napig megállják a helyüket, én úgy gondolom. Persze ezt valószínűleg azért mondom, mert nem nagyon játszottam jó DS2-höz hasonló játékokkal, amik így mostanában jelentek meg, de szerintem amúgy az így fantasztikus a sikeredet. Hát figyelj, én amúgy élveztem a Saints Row-zást. Én nagyon élveztem a Saints Row-zást. Tehát, hogy az a kreténség, ami abba volt, az nekem kellett. Bárd. Azt szerintem nem a Dungeon Siege-ben volt. De volt a Dungeon Siege egyébként GameStar borító. És nekem nem rémlene, hogy lenne Bárd a DS2-ben. De lehet, hogy csak a kasznak a nevét keverted. De is lehet, hogy amúgy lehetett ilyen halhatatlan bildet összerakni. Hogy az Icewind Dale-re gondoltam? Ja. Na azt viszont nem vágom. Hú, van aki ezt a játékot úgy játsza végig, hogy csak a fő karaktere van. Aha. Hát, ne is mondd, én meglepődtem azon, hogy valaki azt írta múltkor, hogy ő egy vagy ki, egy karakterrel, meg csacsival játszott a végig. Mondom, az komoly. Én meg azt hittem, hogy ezeket így kell játszani, hogy hullas a parti, azt mindenki jól van. Próba lenyomoltam a Saints Row 3-at is. Akár még az is lehet gyakja, de nem ígérek ilyeneket. Blade, wow! Köszi szépen Blade a támogatásodat, már az 5. éve. Wow, gratula az új badge-ethez. És köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Srácok, eregjenek a szvegek. Combat Major, hogyha nem idézel, akkor nem sokat él. Aha. Én nem akarok túlzottan sokat menedzselni, úgyhogy inkább elküldjük más éghajlatra. Blade, te tudom, hogy szeret sorozatokat nézni. A Cyberpunkosat ajánlom. Ha bejött a Cyberpunk. Ajaj. Ez egy másik út volt a táborból. Ami nem baj. Vagy ez mi? Nem, mit tudom én. Most így akkor örülünk, mert hogy nem kell visszamenni. Akkor mi van? Igen. Megvédtük az utazónép táborát, szóval akkor nem kell visszamenni. Szóval elfelejtettem azt, hogy nem kell visszamenni leadni a küldetést. Ups. Hmm.
Azt meg kéne nézni, hogy erővel egyébként hogy állunk. Kifejlett hold sapkát, ezt már tudnánk hordani. Ad 6 pontot a páncélzathoz, tehát úgy lesz 24, ezzel pedig van 21, tehát mindenféleképpen jobb. És még ad nekünk távol harci sebzés csökkentést. Meg is nézted az első évad? Nem. A második résznek a végénél járok, meg megnéztük tegnap az Andornak az első részét. Adri nem volt rá hype-olva, és nem is tetszik neki annyira. Nekem amúgy tetszik az Andor. Tetszik, hogy egy teljesen más részét mutatja meg a Star Wars világnak. Nem a megszokottokat, nem a megszokottat más köntösbe. Nekem ez tetszik az Andorban. És amúgy sokaknak szerintem valószínűleg ez fog tetszeni az Andorban. Kapunk egészséget meg manát. Hát itt nyomunk is egy mentés, mert amúgy ez nagyon jó. Vörös sisak, hát az kell a fenének. Egy a közelharc képességhez, hát az kupa. A story mód az sok karakteres megoldás, de ki lehet menteni a karaktert utána a módjába, és havarokkal menni, akkor már simán lehet egykarizni gond nélkül szólóba, ha nincs fent épp egy haber sem, legalábbis nálam így volt. Hát, bárcsak Legolász, az a helyzet, hogy amikor én már a Dungeon Siege-eket elővettem, akkor már egyedül játszottam, akkor már nem nagyon jártak hozzánk a teleházba játszani a srácok, úgyhogy a Dungeon Siege-et azt egyedül nyomtam. De legalább a Diablót azt tudtam másokkal is csapatni. Jézusom, a 36-os kesztyű, hát ilyen, erre mikor lesz pénzünk? A csacsi tele van. Hát akkor mégis megyünk vissza. Tehát, hogy a csacsi hogy lehet tele? És még csak az első részt láttam az Andorból, nekem tetszett végre, nem ilyen kedves Star Wars-os töltel. Tehát nekem tetszett nagyon. Igen, Cassian Andorban nagyon jó, hogy se Tatooine, se nyúnyogoska. Amivel egyébként nekem nincsen bajom a Tatooine-nal meg a nyúnyogos karddal, csak jó volt már valami újat látni. Mit jelent az, hogy a tündér új életerőt ajándékozott neked? Tehát a max HP-mat növelte, vagy csak simán HP-t adott, simán healelt? Hát elvileg nem jöttünk olyan sokat. Szóval elvileg itt lesz az az úton álló tábor. Ja, ez csak egy heal volt. Ja? Ó, nem nagy szem. Gyűrűkorásorit is nézni szeretnéd? Na az is nagyon jó. Legalábbis, hát tudom, hogy az egy, hát... Az valakinek nem tetszik, tehát hogy azt nem tud, tehát hogy sokan vannak, akiknek nem tetszik, és sokan vannak, akiknek tetszik. Én abban a táborban tartozok, hogy tetszik, amit látok. Basszus, sokat jöttünk. Én azt hittem, hogy ez nem ilyen hosszú ez az út. Még jó, hogy van ez a nézet. Na tessék, arra is lehetett volna menni. Keleti mocsár. Na. Hűha, hát ez kemény lesz, srácok. Ez kemény lesz. Nézzük meg, hogy mi az, ami a csacsinál van, és nekünk kell, hát. Hát például ez a szúrós lovak csisak, ez például kell, hát. A szengecses bőr biztosan nem kell. A durva brigadéros páncélkesztyű az kell, hát. Egy pont az intelligenciához, ez fixen kuka. A varázslatokat is át kell rakni egy karakternek. Azt arat, mennyi varázslat.
Jó, ezt úgy csináljuk, hogy megnyitjuk, és akkor így át tudjuk pakolni az összeset. Sajnos ez a shield is kuka. Egy hármas gyapjúsak sapka, az se kell nekünk. Négyel csökkenti a szúrósebzést, ezt is eladjuk. És van itt már számszeri, ilyet még nem is használtunk. Max sebzéshez bot, nem kell, szintén nem kell nekünk. Viszont az meglep, hogy mennyi potit szereztünk. Ez nagyon durva. Sima csizma, nem kell. Jó, ezt átadjuk neki. Egy pont a harci mágiához. Az a gond, hogy 24-es erővel egy pont a harci mágiához, ez nem kell. Ez szintén eladás. Durva öltözék a róka, páncél és egészséghez pont, és intes. Sajnos az a gond, hogy ez sem kell. Azt a rohadt mennyi sima potit kaptam, hát ez nem normális. Vékony sapka, na az se kell. Hát amúgy az se kell. Mondjuk ide tesszük inkább. Our illustrious champion Jesus! Returns. Welcome home. Miki. A gyógyító szél miatt sokkal kevesebb HP potit használsz. Lehet. Lehet egyébként, hogy ez van a dolog mögött. Szóval Miki, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 61 hónapnyi töretlen támogatásodat, méghozzá Tier 3-mal. Tergessétek nyugodtan a szvegeket Mikinek. Köszi szépen. Köszi. Páncélzatos gyűrű. Hét pont az egészséghez. Nem. Az is kuka. Jó, hát ezek itt biztosan kukák. Ez már kevésbé. És ez is valszeg. 73-as páncél. Olyanunk van. Tehát akkor ez is eladásra megy. A nagy furkósbot. Mit jelenthetett ez vajon, hogy furkósbot átépett a furkósbotba? Ez micsoda? Mi ez a... Ez nagyon fura volt. A férfiak a táborba csak van gondjuk az ártalmatlan banditákra. Vele már dumáltunk. A izé, 61 szeg az kifér, a 62 is, még a 63 már nem fér ki, Zakika. Teknőc pajzs. Egy a természet mágia képességhez, nem? No. Tíz pont a páncélzathoz. 42 az egészséghez. Oké. Na, 243-as értékű a páncélunk. Célpontosság. Nekem már múltkor 61-et se akart. Nekem a 62 még megjelenik. Le kell rövidíteni az imót nevét ilyesre, akkor nyerünk még pár hónap. Nem. Erre lesz majd megoldás. De amúgy lehetne. 19 pont a páncélhoz. What? Neki jobb kesztyűje volt. Ez hogy lehet több értékű? Mert 42 az egészséghez. Kilenc páncélzatot bukunk. Jó. 24-es intelligencia. Ez jónak tűnik. Hát tényleg amúgy alig használunk potit. Aha. 24-es intelligencia.
Hát ezt egy ember tudja hordani. Jó, hát majd ő fogja. Ja, csak most még 20-as. Micike, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is az 5 hónapot. Srácok, az még kifér. Nyugodtan pergessétek. A level capnek megfelelően subcap lesz, és 60 lesz a max, amíg nem jön a következő expansion. Ajaj. Tényleg az ilyen szoknak már 13-as erejük megvan? Nincs, akkor nem is lesz, eladjuk. Jó. 58-74. Mezei fejsze. Ez jó. Ez jó. Tehát a 40-59 helyett 58-74, ez már nagyon kellett. Ez már nagyon-nagyon kellett nekünk, srácok. Na nézzük. Gyorsabb támadási sebesség, nekünk meg lassú van. 38-52. 13 méter, az 12. És heal-el. Ezt ki kéne próbálnunk. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy most a lassú 57-73, az mondjuk ére annyit, mint egy gyors 38-52. Mert a szám az kisebb lesz. De hogy jó is nekem, nem tudom. ...34-56, ez meg normális. Mekkora lett a csapat? 8 fős. Most maxon vagyunk. Na, például ez az íj, amit most szereztem, ez nagyon jó a lovagomnak, mert ad 6 pontot a páncélzatra, csökkenti a távolharci sebzést, és ad 15 HP-t meg manát. Tehát ő nem íjászkodni fog, de mégis kap statokat. És át lehet csinálni, hogy ezt odaadjuk neki. És használja, ameddig tudja. Ameddig el nem küldjük. És akkor még a potikat kéne elrendezni. Durva. Ez nekem tényleg durva, hogy ennyi potim van. Jó, neki annyi elég, azt ott eladjuk, ezt is eladjuk. Neki még jöhet. Aha. Beletöltjük. Jó. És akkor szerintem még a maradékot is nekiadjuk. Hát ezt nem így akartam, se baj. És a manapotik is átjöhetnek hozzá. Mondjuk ezeket a kicsiket is átrakjuk. We have enticed. Na.
Meg ha már itt vagyunk, akkor le kéne szerelnünk ezt a karaktert. Ja. Leszereljük, srácok. Eladjuk mindenét. Bár ezt el lehet adni egybe is. Az komoly, most látom, hogy az egyik varázslónknak még kesztyűje sincs. Hát, van ez így, srácok, van ez így. Ő mit ad? Ragyogós szörnyű bot. Aha. Jó volt veled? Nyomunk egy mentést itt persze, de valószínűleg úgyse lesz rá már többé szükség. Szia, Exo. Jó. És akkor... Szia! És szia. Nem tudom, hogy mi jár a fejedbe, de ha gondolod, itt elválhatunk. További sok sikert kívánok. Jó, akit még el akarok küldeni, az az IS Chelsea. Szerintem amúgy még őt is elküldhetnénk most. Most, hogy felszereltük. Ja, amúgy ezt most meg is kéne csinálnunk szintén. Ha már itt vagyunk. Hát igen, ezt a kesztyűt már nem tudjuk neki odaadni. Vizslát! Talán jobb is így. Nekem is mások a céljaim, és téged is más célok vezérelnek. Mindannyiunk szolgáltára lesz, ha elválunk egymástól. Kettő healer. Egy IS, és kettő melee. Így fog kinézni most a csapatunk. Remélem, hogy jól döntöttem, srácok. És most mehetünk megint előre. Nem tudom, mennyire lehet ezt a játékot egy kézzel irányítani, de nyugi, a másikkal csak teát akarok inni. Csak mondom, lábbal irányítom a karaktereket. Na. Azt nézem egyébként közben, hogy itt volt egy zóna, ilyen tehát iszok, ez ilyen málnás izé. Ilyen teszkós málnás. Az a helyzet, hogy múltkor olyan finom Lloyd teát ittam. Az is málnás. Azt hiszem málnás valami citromos volt, vagy nem tudom pontosan. Ó, fantasztikus íze volt, de az a helyzet, hogy azóta nem találok olyat. Mármint nyilván lehetne találni, de a közelembe levő boltokban nem találok olyat. Ez volt ez a rész? Aha, ez volt az. Azt hittem, hogy oda még be lehet menni, de akkor ezek szerint nem. Na, ebből a szempontból jó lesz majd a Dungeon Siege 2. A waypointok meg ilyenek miatt.
Nekem mindegyik vízízű, mindegy mennyi filtert vágok bele. Az ízesítés, azon sok minden múlik, istog. Vagy citrompótlót teszel bele. Vagy citromlevet. Vagy citromot. Pacsarsz. Nem srácok. Szoktam különlegesebb tejeket inni? Nem. Ja, látom mi a helyzet. De mire gondolsz egyébként különösebb? Vagy különlegesebb tejek alatt? Sotiris átlépett a közepes számszerű nevű játékba. Most oda-vissza. Nem, az helyzet már jó ideje nem használok cukrot a teába. Mert az iszonyatosan sok kalória lenne, annyi teához, amennyit én megiszok. Úgyhogy én a cukrot azt elhagytam már. Szerintem egy több mint másfél éve. Mondjuk nekem az Icewind Dale nehezebbnek tűnt, percenként volt halál. Hát igen, de ott máson van a hangsúly. Kokain. A fejlesztők szorizgattak egyszer, és az egyik mesélte, hogy valamelyik felnőtt tartalmakat bemutató weboldalon User Experience kitétele volt, hogy félkézzel is lehessen irányítani. Hoppácska. Komolyan? Na várjál. Az a helyzet, hogy most így gondolkodom, hogy Siege-be például nem, a Siege-et nem tudnám egy kézzel játszani. Mondjuk, vannak olyan speckó kontrollerek, amiket egykezi használatra terveztek. De gondolom nem az volt a, a lényeg. Szevasz, Pepe. Ja, hogy vannak ilyen kevert gyümölcsteák, meg zöldteák van neked. Nem, én csak ilyen filteres ízéket nyomok, olyan darabos teát, olyat nem, hogyha arra gondoltál. Olyan gyümölcs darabosat, vagy nem is tudom, milyen különféle darabkás teákat, olyat nem iszok. Ittam már, de hát én lusta ember vagyok, és lusta ember ilyenekkel nem pepecsül. Kiszárító gyümölcs növényeket tartalmaz. Aha. Amúgy szívesen megkóstolnék egy olyat, ami így jól van elkészítve. Hát ez gond. Na. Az biztos nem. Itt volt a mentés?
Tehát most itt az volt a szívás, hogy a karakterünk meg is halt. De egyébként ilyen valószínűleg, hogyha látnám azt, hogy lehet, amúgy biztos, hogy lehet, de hogyha egyszer kipróbálnék egy ilyen szárított gyümölcsös teát, és rájönnék, hogy milyen finom, akkor valószínűleg szórakoznék azzal, hogy hogy kéne őket onnan kicsalni. Hogy én is csináljak. Rögtön rámennek a csacsira. Hozhat a csapat a koordináció. De valami erősebb. Rabló vezér. Hát itt több rabló vezér is van. Erről nem szólt senki. Ez a fura kereplő hang a játékban? Nem tudom, mire gondolhatsz. Igen, én is nagyon-nagyon sok teát iszok, tehát nekem a tea nem egy ilyen különleges dolog. Akartam mondani, mint másoknak az alkohol. Lehet, hogy másoknak nem különleges dolog az alkohol. Tehát, hogy nem ilyen, különc dolog, hogy mit tudom én hetente egyszer iszok, hanem naponta nagyon sokat megiszok a teából. De hát biztos beleférne egyébként, mit tudom én, havonta egyszer, vagy hetente egyszer, nem tudom, ilyen különlegeset inni. Ez a hang? Vagy ez? Nem tudom, melyikre gondolsz, Alanir. Mizo Pepe? Na várjál, ez nagy probléma. Ez egy kétkezes fegyver. És akkor ilyenkor nincsen pajzsunk. Shit! Hát ezt nagyon benéztük, srácok. Na nem baj, most már tapasztaltak vagyunk, hogy ne nézzünk be dolgokat. Azt a rohadt. 36-os sisak. Mit teszel bele a cukorráját? Hát ezt a... ilyen édesítőszert, amúgy mézet is amúgy nagyon szívesen tennék bele, de az a gond a mézzel is, hogy nagyon jó a méz, de az is iszonyatosan sok kalória. Úgyhogy... hát szívesen enném amúgy. Innem egyébként mézzel a teát, mert úgy a legfinomabb. Citrommal és mézzel, na az az igazi. Ehelyett néha citromlével és édesítőszerrel iszom a teát. Szia, Seki! Ilyenkor csak a pajzs bónuszai érvényesülnek. Nem akarom, tehát hogy őket ilyen pajzsos, kardos arcoknak képzelem el, szóval ez nem az a build, amit akarok. Mizu Seki? Az van, hogy ha egy tea jó, akkor nem kell ízesíteni se cukorral, se citrommal. Aha. Volt már, hogy ittam olyat, hogy nem raktam hozzá semmit, mert úgyis nagyon finom volt. De ez nem mindennapos. Házi levelendről a teát szoktam sokat inni, abban muszáj a méz, vagyis jó nélkül, de én úgy szeretem. Aha. Hát vagy a citrom, vagy a méz az nekem így úgymond jó, hogyha van a teában. Akkor úgymond a jó. De általában úgy iszom, ahogy nem jó. Basszus. Na tessék, Sotiris átlépett a közepes számszeri nevű játékba. What?
Jobbulást, jobbulást, akkor. Ez valami magyarítási, de vajon mit akartak írni? Vajon mit akartak írni? Mert hogy így... Á, tudom, mi lehet a gond. Eddig valószínűleg íjász volt, és most mesterlövész lett, nem? Tehát valószínűleg az, amit ott kiírt, az a fegyvernek a neve. Így van, a fegyver neve, és nem a fegyver nevét kéne, hogy kiírja, hanem azt, hogy ő mesterlövész lett. Aha, tehát valami változó, rossz változót használtak a fordításban, tippelnem kéne. Mert a fegyver nem lépett szintet, csak a karakter osztály. Amúgy nem tudom, hogy ez most így jobb lett-e. Nem tudom, hogy az íjászam erősebb lett, vagy gyengébb. 26-os erő kell. Jó, mehetünk tovább. Nyomod! Ja, hát én most már úgy látom, srácok, hogy mindkettő karakter healer main lesz. A természet mágusok. Kivéve, hogyha már nem kell annyira healerni a csapatot, mert akkor elég lesz Zed. X-edik szín, X-edik ilyen szint után lép szint, akkor nem tudom, hogy mit akarhattak kiírni. Na hát én ebből annyit értettem, Connor, hogy anime, valami anime, meg könyv, és antikváriumos oldal. Meg hogy 20.000 forint, és hogy rablás. Úgyhogy lehet, hogy műveletlen vagyok most a szemedben. Na ez már, ez a terület már úgy néz ki, mintha ez a mocsár lenne. Próbálom felfedezni, hogy merre kéne menni, mert arra nem akarok. Látom. Aha, úgy. Aha! Szóval ezt a doboló hangot, amit hallok, ezt a szemszeríjjal csinálja a karakter. Ez amúgy elég jó, tehát elég gyorsan lövi azokat a sebzéseket. Azt néztem, hogy arra érdemes lenne elkukkantani. Valahol erre. De remélem, hogy nem ez az az út, ami nekünk kell. Ja, innen jöttünk, hoppá. Amúgy valószínűleg eddig... Hát vagy rossz teákat ittál istok, vagy nem ízesítetted őket jól. Grandmaster Sharpshooter. Aha, tehát akkor a következő szint a Master Sharpshooter lesz. György erősebb lett. Merik meg intelligenciát nyert. De hát Merik már így is túlzottan intelligens.
Most amúgy nem dobnak? Most nem dobnak lootot az enemik. Mi a fene van? Ő szép rádrag. Azokat szeretem, azokat az elnevezéseket egyébként a játékban, amik ilyen hibridek, tehát hogy elkezdesz egy ijászt húzni, aztán harcos lesz közben, meg mit tudom én, ijász, meg mágus, és akkor azoknak tök jó ilyen neveik vannak. Szevasz, kobank, szevasztok, srácok. Na, hát ő most miért maradt itt? Miért maradt itt? 50, 11, 20, 50, 100. Szerint a sima skill lap helyett azt kellene írni, hogy átlépett ezekbe a kategóriákba ezek ilyen írásbágosnak. Ja. Én is erre tippeltem, hogy valószínűleg ott a változó, amit beleraktak a magyarításba, az így... Nem tudom. Nem jó. Na. Csodálkoztam azon, hogy csak 4 emberünk van. Azunit tanult. Kérlek, könyörögve kérlek. A templomnak meg kell tisztulnia. A gonosz minden nappal erősebb lesz. Fogd ezt az ikont, a templomot hatalmába kerítette egy feltámadó gonosz erő. Ez az ikon szét tudja rombolni ezt a szentségtelen állapotot. Ha sikerül az oltárra helyezned, én is megpróbáltam, de kudarcot vallottam. Egy hatalmas őr szentségteleníti meg jelenlétével az oltárt. Kérlek, fontos, hogy... Kőbőr csizma. Ez amit a kóbor csizma, csak kőbőr. 9 pont a páncélzathoz, 9 az egész... Srácok, ez elég fullos. 12 kap 10-et, itt meg a 10 kap 9-et. Adjad! Egy a közelharcos, szóval nem rossz. Ez a vicces, hogy különböző skill kombinációkra mindennek külön nevek vannak. Ha egy karakter mind a 4 skillt hozza, akkor Grand High Siege Master vagy Grand High Siege Mistress lesz. Wow! És hogy hívják a közelharcos csajt? Mert itt lovag van, ugye? Ez mi lehet? Srácok, benyomtam valami recordingot, VTF. Fightress, wow. A lovag marad, egyenlőség van. Értem. Tök jó, mondom, ez tök jó, hogy így ilyen külön kategóriák vannak. Ja, sejtettem amúgy Alanil. Jó, menjünk tovább. Mit mondom úgy? A templom megtisztítása. Pustítsd el a templomőrt. Azt mondja, hogy sírásó poszt, mi meg a sötét erdőből jövünk. Mondtam már amúgy nektek, hogy szeretném a kódokat is végigjátszani streamben. Az a helyzet, hogy nem akarom túlvállalni magam. Úgyhogy egyelőre csak a 2019-es Modern Warfare kampányt fogjuk végignyomni. Black Ops meg a Vanguard, mert az így végig lett játszva a streamben, viszont a Modern Warfare az kimaradt. Ahogy az összes előző, azt megelőző kódnak a kampánya is. Úgyhogy azokat is majd szeretném megcsinálni.
Ja. Hát, én azt néztem, hogy nagyjából mindegyik kod ilyen 3-3 óra, tehát hogy mindegyik kod nagyjából ilyen 10 óra végigjátszani a Halo Infobeat szerint. Bár lehet, hogy elnéztem és csak 6. 10 óra rémlik valamiért nekem. György 26-os közelharci lett. Max a legnehezebb szinten? Aha. Úgyhogy azokat majd meg akarom csinálni. Arra gondoltam egyébként, hogy jó lenne az új Modern Warfare megjelenés előtt az előző Modern Warfare-eket végigjátszani, de az már szerintem túl nagy falat lenne erre az egy hónapra. Szereted a mocsarat? Ezek elég kemény lények, ezek a manglerek. Asztarol. György nagyon kapja. Kemény, hogy letankol mindent. Jézusom, és oda még be is kéne menni. Mocsár furkó. ...75-85. Aha. Szerintem jó döntés volt most elküldeni az embereket a csapatból. Már csak amiatt is, hogy még most tudunk jól XP-t szerezni. És az is jó döntés volt, hogy nem küldtük el. Nem küldtünk el 3-at, hanem csak 2-t. Aha, hát itt tényleg lehet a mocsárba is menni. Ez szívás. Ez nagy szívás. Akkor itt van egy csomó rész, amit így fel lehetne fedezni. Ajjaj. Ajjaj, nagyobb ez a terület, mint gondoltam. Abban a szempontból igen, hogy itt kategóriákkal több XP-t kapsz, mint a kristálybarlang előtt. Aha. Ez nagy gond. Itt a mocsárban úgy van enemi, vagy fölösleges itt sétálnom? Jó kérdés, mi? Egyelőre úgy néz ki, hogy felesleges. Ez nagy terület, de nem sok dolog van benne, aha. WoW! Érdemesebb a szigeten közlekedni, aha. Hát a határozottan látszódik, hogy hol a pályaszéle. Nyomunk egy mentést, biztosan egy biztos alapon.
Uh-huh. Az is még ott a pályaszéle? Ha itt van egy kerülő. Wow. Halott a mangler. Akik nem dobtak semmit. A pálya szélén. Merik 17-es mágus lett. Tök, hogy ebből a felső nézetből is ilyen jól lehet irányítani a karaktereket. Késbot. Ja, ott is vége a pályának. Mégis ők valahogy a pályán kívülről támad. What? Csak ott nincs vége. Aha, tehát ahol ilyen töredezett, ott nincs vége. Tudom, hogy amúgy most nem sokat látok a pályában. Menjünk inkább így. Mikorra tervezem a Dungeon Siege 2-t kitolni? Hát figyelj, amint végeztem ezzel. Horácius. Szóval még én idén szeretném végigjátszani mind a három játékot. A kettőt mindenféleképpen kieges tőle. Ez jelen nagyjából úgy van meghúzva, mintha én húznám egérrel a pénbe. Ja, olyan... Nem egyenletes. Mocsárlény! Igen, igen, a kettőről nekem is jó élményeim vannak. Lehetem questet ismerem? Aha. Meg kell játékok parancsot, hogyha beírjátok, akkor meg tudjátok nézni, hogy mikor milyen játékkal játszottam. A Titan Quest az pergett. Azt vagy tavaly előtt játszottuk végig, de csak az alapot. Az új kiegeket nem. Nem tudom, Dolitán, hogy az kicsoda, micsoda. Köszi, szemez. Hát én... Tényleg jó nagy ez a pálya. Két sziget van itt a mocsárban, amihez le kell menni a főszigetekről, de azok a temetőnél, és utána vannak, aha. Hát figyelj, legalább a pálya szélét felfedezzük. Hát előbb-utóbb körbe fogunk érni, ahogy itt forgok. Előbb-utóbb körbe fogunk érni. Ja, használtam már a Twitch Tracker oldalt, és nagyon hasznos felület, könnyen választ kaphatok az ilyen kérdésekre. Fizetett társadalmi hirdetésünket hallatták? Igen, így megjelenne a Twitch Trackeren, ott Connornak a véleménye. Jó. Zed 13-as szintű természetmágus lett. Jó, le van maradva amúgy az helyzet. Maga 13-as szintjével. Hihetetlen, hogy néha nem támad mindegyik karakterünk.
Jó, most kell a felhő is, vagy mi az? Durva egyébként, hogy karakterenként van megcsinálva az, hogy mi az, amit felfedeztünk. Már átváltok ide, és látjátok, változik, hogy mi az, amit belátunk. Nagyon durva. Kifogytunk a manából, most már a HP poti. Ne menjetek már el, ne menjetek ennyire utánuk. Mocsárfurkó, még egy mocsárfurkó. Amúgy úgy lehetne megkerülni azt, hogy folyamatosan ránk támadjanak, amint hogy folyamatosan a gyengébb karakter támadják. Viszont. Hogy fegyvert cserélünk. Ja. Csak a talán a pajzsos fog tankolni. De amúgy nem hiszem, hogy ez így van. Szép lenne, ha így lenne, de elhiszem, hogy így van. Na, ez egy kemény zóna lesz, most látom. Ú, Jézus, a mennyi CGS-t. Ja, és ebben nincs is benne minden. Hát ebben nincs benne 2017-ben kezdte el valahogy trekkelni, és 16 még nincs is benne. Sotiris 22-es lett. Ma ért el a 20-as szintet, úgyhogy nagyon jól lehet fejlődni. Tényleg. Valamikor még a PUBG volt az első helyen. A Twitch trackernél. De annak a korszaknak már vége. Tarkov is elég erősen küzdött, hogy ő legyen az első helyen. Gyertek csak ide. Jó. Most mehet a ló. Mi lehet ez a sziget? Innen kell majd tovább menni. Itt a pálya szélén egy tök random sziget. És látszólag nincs is itt semmi. Jó, akkor megyünk tovább. Tarkov lett a harmadik? Éppen nem kéne, negyedik a WoW, ötödik az Izsák. Ajaj. Aha, most már amúgy jól csinálják a szörnyek. A shieldes karakteremre támadnak, tök jó. Majdnem, a Warzone. Jó, de az... Az hülye, tehát hogy az hülyén van megcsinálva, mert menet közben a Twitch átnevezte a Modern Warfare kategóriát Warzone-ra. Átnevezte, értitek? Nem az, hogy csinált volna egy új kategóriát a Twitch a Warzone-nak, hanem átnevezte a Modern Warfare-t Warzone-ra. Mint ahogy egyébként azt az Activision is tette a játékkal, tehát hogy ez... Annyira nem a Twitchnek a hibája, de azért igazán csináltak volna egy új kategóriát. Na mindegy.
Már csak a Modern Warfare fanboy beszél belőlem, hogy csúnya volt, amit a Modern Warfare-rel csináltak. Míg a Battle.net kliensbe is átnevezték Warzone-ra a Modern Warfare-t. Ja, úgyhogy én nem sokat Warzone-oztam, a majd hát azért játszottam vele nem keveset a Warzone-nal, de szerintem több órán volt a Modern Warfare-ben. Szerintem lassan körbe fogunk érni ezen a pályán. Tényleg már annyit forogtam. Kár, hogy nem lehet kizumolni jobban a térképből. Hát 2000 aranyat kaptunk, más nagyon nem. Nem is éri meg ennyire kizúmolni, hát látjátok, nem is mutat semmit. Édes jó Istenem, srácok! Miért? Miért? Ez miért így van megcsinálva? Healerünk ostoba volt egy kicsit, de talán még helyre tudja hozni a hibáját. Lassan körbeérünk szerintem? Az jó lenne. Hát tényleg már annyit forogtam, basszus. Nem lehet forogni. Ja, már értem. Akkor vonalba megyünk. Csíkba megyünk, és akkor hát nem a mágusunk lesz elő. Reményített bőr. Nagyon király, hogy az első karakterünk az ennyire bírja a sebzést. Nagyon zsír. És az is zsír, hogy már ezreket kapunk. Az aranyból. Ja, látom, nézni kellett volna az éjszakot. Néztétek mi? Hogy merre forog az iránytű. Akkor lehet, hogy jó lesz az a kétkezes. Na. Ja, hogy ne két ember tankoljon? Lehetne egy harcosunk és egy ilyen tankolós karakterünk? Azt mondod, Bedrom? Jaj, neked megvan a térkép. Ott már jártunk. Hát már körbeértünk. Ez még itt valaminek a széle lesz, amire kíváncsi vagyok.
Még csak 50 óra volt a Forti? Az a durva, idén több Fortit streameltem, mint eddig valaha. Pedig én nem is a Battle Royale miatt akartam fortizni. És amúgy a... még kéne nyomni a Save the World-ot, igen. Úgy hívják. Aha! Szóval hogy ez volt erre tovább. Na, egy kérdés. Egy kérdés, srácok. Ez, jól sejtem, hogy erre Merik botja lesz? És a templom tisztítása az még... az van a mocsárba, erre meg Merik botja lesz. Ide még nem jutottam be. Még úgy azt mondták, hogy a Save the World ingyenes lesz. Igen, mondtak ilyet. Szóval nem tudom, hogy ez most itt micsoda, ez a hely. Mert körbejártuk az egész térképet, és úgy néz ki, hogy a mocsár, az csak a templom... Hát amúgy... Nem tudom, mindjárt megnézzük. Megnézzük a helyet. Mert arra szeretnék menni, ami opcionális, ez meg nem tűnik annyira opcionálisnak. Az eltévedt boszorkány. Ez egy furi hely. Sárdobót idézett. Kákok. Ad. Wow. Hát milyen fullos lootok vannak itt. Azt a rohadt. Na mutasd. Mocsarás full. Ó, és már tudom használni. És ő tudja? Ja igen, mert neki boostolva van egyel. 58, 74, 75, 77. Lassú-lassú kétkezes. Ja. Csacsi már megint tele van. Csacsi! Jézus atya úristen, hát az micsoda, mi az a tompa roham volt a srácok? Azt a rohadt! Na indul a délutáni gyerekhalkurázós városban idegesen dudálós kör. Hajrá, kitartást, Connor! Kitartást és köszi, hogy itt voltál. Szia, szia! Jó, hát azért itt vannak elég menő fegyverek a csacsinál. Csacsi besebelte itt a jó lútot. Elite hold kesztyű. Igen, az biztos, hogy kell. Én ezeket a lilákat akarom megnézni, mert itt szedtünk ilyen lila cuccokat össze. Holnap is forti lesz? Ja, lehet, hogy fortizunk, aha. 2 pont a távolságharcra. Gyorsabb. Igen. Na hát, ezeket inkább kidobjuk. Hát alapvetően az a tervem, Blade, hogyha jön valami új cucc ezekhez a játékokhoz, akkor azokat mindenféleképpen szeretném megnézni. Ha. 52 páncél. 52-es páncél. Egy a távol harchoz. Aha. Egy a távol harchoz. Páncél, egészség.
Hát ez azért lenne jó egyébként, most így ez nem fog egészséget meg manát adni, de hát az amúgy nem is fontos. Ezt eladjuk. Na, azt is eladjuk. Én is így vagyok ezzel, Adamus. Azt hiszem a Fall Guys-ban ma este jön új event. Hát azt szeretném megnézni. A Fortiban meg nem tudom, hogy jön-e új event. Jó sok volt itt megivott. Hát ez se kell. Na ez mi lehet? 34-56-os. Hát ez nagyon gagyi. Ez nagyon gagyi, srácok, ez kuka. Sajnálom, de ez kuka, srácok, ez béna. Nézd meg, csinálj, hogy fusson Windows 10. Nekem az már meg volt csinálva. Nekem még fel van rakva. Úgyhogy nekem azzal nem lesz gond, szerencsére. Mocsár, furkó, bot. Hát ezeket kidobom. 11-es kesztyű. Jó, a többi. Hát amúgy ezeket a lilákat még meg kéne nézni. 12 pont az egészséghez. Na tessék. 6 pont a páncélhoz, 7 pont az egészséghez, 36-os erővel. 36-os erővel, értitek? Tehát nekem 26 a max. Itt meg 36 kell. Egy a távolharchoz. Aha. Egy a távolharchoz. Ezt ennek a karakternek kéne odaadni, csak nincs annyi erőnk, tehát ez amúgy jó lenne. Egy a távolharcol, hát, ja, csak... Mi ezt a gémet már streameltem? Nem emlékszem, Divinity Original Sin 2. Mert végre akciósan megvettem, és nemrég lett kész a magyarítása. Aha, nem játszottam vele, nem streameltem, de szeretném majd Blade, mert amit mondtatok róla, az tetszett. Úgy pont ugyanez a helyzet ezzel a cipővel is, tehát ez mindkettő jó lenne ennek a karakternek, csak nincs annyi erőnk. Igen, kap STR-t az IGS, csak nagyon-nagyon lassan, tehát hogy ezt jó pár stream múlva tudom csak majd használni. Az a bajom. Aha, távolharc. Ez is kuka. Ez viszont ígéretes. A mezei fejszét megkidobjuk. Na jó, menjünk tovább. Szóval estek lootok, de nem a legjobb. Tök jó game. Ki akarom majd próbálni. Nagyon jó dolgokat mondtatok róla. Hát igazából, hogyha lesz, majd meg lesz a másik csacsim, akkor majd jó lesz Predrog. Sőt, lehet, hogy akkor mennyi csacsim lehet? 1-2-3, tehát még kettő csacsim lehet. Nem tudom, hogy érdemes-e még kettő csacsit venni, vagy csak egyet. Ez ennyi, jó. A Dragon Age-ek is nekem kimaradtak. Ja, hát ezt a részt átnéztük. Érdekes volt. Érdekes volt ez a kis zóna. Próbálok arra menni. Sírásó poszt.
Na, és a sírásó poszt azt mondja, hogy délfele kell menni. Irány dél. Van egy lovagunk, lovagunk mesterlövészünk és két mágusunk. Meg egy csacsi. Csacsi. Nem tudom, befejeztem egyébként a monológomat, de az volt a lényeg, hogy ha a Fortiba is jön új dolog, akkor mindenféleképpen nyomjuk. Hogyha nem jön, akkor meg kérdőjeles, hogy játszva leszem. Tudom már, mit akartam amúgy ma reggel. Megnézni a Siege-es játékmódot. De akkor ebből holnap lesz. Holnap nézzük majd meg az új Siege-es játékmódot, ami gyakorlatilag annyi, hogy a Kali sniperével, meg akár egy Han Solo-s kis pisztolyával lehet benne nyomulni. Nem volt beállítva Merik, hogy támadjon mindig. Szevasz, Bobby! Bobá, 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 bobá! Bobá, bobá! Bobá, bobá! Itt minden frankó, szerencsére, Bobby. Itt minden frankó. Nagyon örülök, hogy végre a héten második alkalommal is ezzel a szupersággal tudok játszani. És veled? Szóval a Gloern 27-es erősségű lett, így a 75-77-es nagykardját egy 82-112-esre tudja cserélni. Bezony. Merik 18-as természetvágus lett. Hát igen, ez a gyógyítószél tényleg sokkal jobb. Meg kéne nézni azt a másik HP töltő varázslatot. Három hónap munkanélkül és egy nocsak. Aha, azt a zöldet, azt hiszem a regeneráció nevel Predrog, igen. Mondjuk mosogatni átérte valaki? Azt pont nem szeretem, Bobby. Azt pont nem szeretem a mosogatást. De a mosásról, meg feltakarításról van szó bármikor. Az az első dolgom, hogyha végzek pénteken. Már hogyha jut rá idő, és nem megyünk valahova, hogy megy a takarítás. Bobá, bobá!
azért állok amúgy ez így, mert tudom, hogy sokkal könnyebben csinálok bármit így a hétvégén, hogyha tudom, hogy nem hagyom a kötelezőket a végére. Gond. Szia, Bloody Hamster, mi újság? De konkrétan bepullolt mindent a második támadó karakterünk? Abó? Ez nem egy szép hely. Idézettek meg fognak halni, csak az a gond, hogy nem elég gyorsan. Sotiris intelligenciát nyert, tehát okosabb lett az íjászunk. Nyomjad már a healt! Jeez! Ez borzalmas volt. Ez borzalmas van. Csupán 2 millió szor játszottam végig ezt a játékot, még most is tolom, ha kedvem hozzá. Wow! Sotiris lassan elvégezheti a 8 általánost. Hát azért olyan messze nem menjünk, de beiratkozhat az iskolába. 13-as intelligenciája van, hoppácska. Valami megmozdult az erdőben. Ez a hang nem tudom mi volt. Hoppá, hoppá, hoppá! Wová, wová! Olyan szemét az enemy, értitek? Így direkt megy el, hogy behúzzon mindent. Akkor már tudja, hogy mennyi egy damage meg egy damage. Igen. De néha 3-nak gondolja, de nem olyan menő, hogy 3. Parancsolsz? Vagy parancsolsz? Fúj! Fúj, srácok, mi ez a pálya? Jézusom, hát há! Vavá, vavá! Ó, bakker! Hát ez undi volt. Ha eléri a 20-at, akkor ellenem fordul? Á, olyanra nem lenne képes. Olyat nem merne meglépni a karakter. Ti is látjátok, hogy ez már itt a pálya széle. Akkor... onnan jöttünk, arra kéne tovább menni, gondolom én. És már van elképzelésed, hogy miért nem szeretem ezt a részt?
így, hogy már körbejártam, így kicsit könnyebb a helyzetem, de amúgy értem. Egyrészt rosszak az elemik, másrészt nem egyértelmű az irány. Wawa, 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 wawa. Wawa, 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 wawa. Jézusom, mennyi banya! Ebből itt még gondás, srácok. Sok banya egyenlő nagy probléma. Jaj! Jézus atya úristen! Nagy darabot. Banyáknak minél hamarabb halnak, annál jobb. Ja! Vavá, vavá, vavá! Valaki azt mondta, kell a fantasy játékokban mocsaras pálya, mivel rühelem a... Micsoda? De mivel egyedül volt senki, sem mondott neki nemet. Én a sivatagos részeken vagyok így, mindegyik fantasy game-ben, velem a sivatagos helyeket. Az AC Origins-ben, én se szerettem a sivatagot. Azt a részét, amikor így először elkerülünk a kezdőterülettel. Sivatagban az semmi nincs. Az borzalmas volt. És így perceket kellett lovagolni, mire lett egyáltalán valami. Utána már jó volt. Látod, hogy merre mit lehet csinálni. Ez mi a manó? Jézus! Ja, látom! De egyébként én sem szívláltam. Ez a mocsaras pálya jobb lenne, hogyha jobb lenne a térkép használat. Ja, az király volt, bár az a helyzet, hogy én így YouTube videó alapján kerestem a látomásokat, és hát nem magyarázták a srácok, hogy ez nem úgy működik. Ez nem úgy működik, ahogy én azt gondoltam. Igen, igen, az AC Origins-ben. Néztem a videóban, hogy ott van valami különlegesség. Ja, oda mentem, de hát ott nem volt semmi, mert az nem úgy megy. Amúgy hangulatos a sivatagban lovaglás, igen, csak... Jézusom! 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 Az halál, az halál, az halál, az halál, az halál, az halál, al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 a. Igyad, igyad, egyed, igyad. Jézusom, mindenki így a... Hangulatos valóban, viszont amikor én így céltudatosan csináltam volna, hogy na akkor most küldetések, akármi, és így visszatartott az, hogy lovagoljak, akkor az nem jött jól.
Na, most meg megnyomtam egy olyan gombot, hogy mindenki más kezdett el csinálni, de ez nem tudom melyik gomb lehetett. Amúgy az E, azt mondta valaki, hogy az E gomb volt az. Nyomod a heal-t! Jó, meghalsz. Most már mehet a dam. Ez a magyar gomb, ez én szóra mindenki más csinál. Ja. Az mi? Ők mikkel harcoltak? Srácok, hát nem is volt ott semmi. Jó. Remélem, hogy jó fele megyek egyébként. Elvileg valami templomot kell keresnem. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Hát nem tudok rászaladni a banyákra. Mert hogy itt ilyen különbségek vannak. Jó. Hát ez valami temetőnek tűnik. Szia, madari! Mi volt a mai menü? Szokásos. Irítós. Annyi, hogy még akarok sültököt enni. Ma. És ma már paradicsom se volt, mert elfogyott. Este lesz egy kis epres vagy. Hoppácska! Azt hitted, hogy sose érek ide? Én is azt hittem, Predrog. Én is azt hittem. Jézusom, mi az a fegyver? 83, 113, kétkezes. Ez erősebb. Az megvan, hogy ez 27-es erőt igényel. Ez meg 26-os, és a 26-os erősebb, mint ez. Ha? 46, 69. Aha, az jöhet. Az jöhet. Ezt megkukázunk. Mert az tompa. Hát ja, de... Ja. Ja, hogy az a... Az a... Értem már. Az a prefix rajta... Az azt jelenti, hogy gyengébb. A megszokottnál. Értem. Akkor már értem, hogy miért mondtad, hogy erre érdemes figyelni. Ezt amúgy nem tudom, miért csináltam. Tehát most így, hogy... tehát, hogy most így cseréltem a fegyvereket, ez most így semmire nem jó. Várjunk csak. Na, tessék. De ettől függetlenül még mindig nincs helyem, szóval lassan rendezgetnem kell. Szia, Tony! Szevasztok, srácok! Akadozik a hang, halljátok? Így... az ütés hang így megakadt. Valószínűleg túl sok ugyanolyan ütésért, és ezért bugolt be. 13 pont a páncélhoz. Aha. Három pont a páncélhoz. Hát én még hangot én sem akarnám kiadni. Igen, igen, sültök. Ez ilyen olyan lett, hogy ilyen mézes sültök. De jól néz ki. Pirosas a kardom. Hát ez tök menő, mert kezdek epikusan kinézni.
sírmászó. Az hagyján, de kint van egy zombi. Azt a rohadt. Azt a rohadt. Jézus! 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 Szotirisz ügyesebb lett. Ja, és ott még egy sárkány is van, bravo! De miért mennek rá? Tehát, hogy... Jaj, édes Istenem, hát oda mennek, megöletik magukat, mert hogy föl kell kelteni a csacsit. Föl kell kelteni a csacsit. Jaj, jaj, jaj! Jó, azt a sokkoló izét szedjétek már szét. Ja, és ezek a zombik még dobálóznak is. Ez az a hely, ahol végre szinteződnek a healerek? Ja. Mindenki szinteződik. Hú, ez de borzalmas volt, srácok. Ez borzalmas volt. Gyertek el onnan! Team! Team! Persze még 8 millió csapatot húzzunk már be. Nincs vége, de már jobb a helyzet, mint eddig. Na. Persze a csacsi már megint meghalt, ugye? Ja, még mindig nem halt meg? Nyomunk egy gyors mentést. Na végre. Na. A csacsin szintezik magukat a healerek, így van. Kihasználják a csacsit. Jó. Tehát... Ki kell innen mennünk? Hogy megöljük? Azt a fújkálót. Ha a fújkáló meghal, akkor a csacsi nyugodtan élhet. Jó.
ékkőbalta, az még elfért ezek szerint? Jó. Sotiris 25-ös szintű távolharcos arc lett. Az öltözék már nem fér el nálunk, de csak azért, mert össze-vissza isszák a piánkat. Na tessék, most rögtön lett hely. Vavá, 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 vavá. Közepes számszeri, az meg nem kell senkinek, mert fehér. Töltünk egy kicsit. És akkor mindjárt jön. Jajjaj. Az utolsó pillanatban kell azt mondani a csapatnak, hogy na most jöhet a hílelés. Ez mikor lesz? Ott van, az már az. Nyomod! Nyomod, team! Nyomod! Ja, még babá is van. Ja. Hát... Babá. Jó. Ugye egy gyors mentés. Kacsi elszal... az helyzet nem, ott maradt a helyén egyébként. Meglepő módon. Ott van még a falon túl. Jó van, szerencsére ilyen lények mindenhol vannak. Azt szeretem abban a gameben, hogy valamelyik karakter beakadt egy véletlen nem jel... vagy véletlen nem jelöltett ki, és 2 kilométer távolságból kellett visszahozni. Az előbb velem is volt ilyen beakadás, de pont akkor szűkítettem a csapatot, és néztem, hogy miért csak 4-en vagyunk, amikor 5 embernek kéne itt lennie. De amúgy én olyat csináltam, amikor a legnehezebb nehézségen játszottam a játékot, hogy direkt a csacsit jó hátul hagytam, és akkor vele nem kellett mozogni. A Sasi gyakorlatilag a második partin volt, amit így irányítottam. Az szerencsére nálam nem gond a kijelölés, mert folyamatosan a kontrollát nyomom. Úgyhogy nálam mindenki ki van jelölve. Most kell megcsinálnunk a rendezést. Na. Jó, itt jó lesz. Na. Tehát akkor mit dobunk ki? Mi az, amit kivágunk rögtön? Az a béna pajzs. Az a hézagos páncél amúgy jobb. A tompa baltát is kivágjuk. Ezt a nagy kardot is, az éles botot is. Hosszú összetett így 81-99 kuka. A sejmes az marad. Hát ez is azért marad, mert leadjuk. Kuka. Szabolcsi Péter. It fills you with determination. Ez volt az ilyen
Ez volt az első ilyen jellegű játékom a Diablo mellett. Nekem is. Szóval, Szabolcsi Péter, köszi szépen a támogatásodat, köszi a feliratkozást. Üdv imáron hivatalosan is a feliratkozott a vadászok között. Hát igen, ez gyorsan változott, srácok. Gyorsan le is váltottuk ezt a bosszúvágyós acélt. Hát ide meg át kéne rakni majd a potikat. Na, pont annyi potik kell, ami... úgy ott van a hely. Komolyan 20 percbe telt a feliratkozás? Na basszus. Hol megszivatott téged akkor itt a rendszer? És kuka. Szerusz Marcell. 20%-kal csökkenti a mágia sebzést. Jó, meg vagyunk. Mehetünk tovább. 2002-es ez a játék, Marcell. Úgyhogy nem mai darab. Köszi szépen, Taki és Szemáza pergetést, a többiek is nyugodtan pergethetik, még azok is, akik nem feliratkozók. Hát igen, Bloody Hamster, nekem ez a játék nagyban előhozza azt, hogy miért nem szerettem tarkovozni. Rendezni kell az inventorit. Főleg, mivel nekem kis inventorim volt a tarkovban, így pláne halál volt az egész. Az alapverzió. Szereted rendezni? Jó rendezni, csak amikor így lövöldöznél, akkor nem mindig ér bele az, hogy rendezges. Ne várjanak rád a csapattársak ilyenek. Szólóban nyilván ezzel nincsen gond. A csapatban engem zavart. Többi részsel is fogsz játszani? Aha, na már is mond. Még a harmadikkal is. Na, tehát az volt a feladatunk, hogy letegyük ezt a... izét, megtisztítsuk, a szent ikont az oltára helyeztük, és akkor most meg is vagyunk. És mennünk kell tovább. Viszont... azt még nem tudjuk, hogy hol van a tovább. Mert itt a templomban nem történt semmi. Ú, jó a Tarkov. Jó a Tarkov, megveszed az Eodotot, már kicsit könnyebb elsakkozni, hogy elteltriszezni, hogy... mit akarsz, meg mit nem. Igen, most pontosan az a gondunk, hogy nem tudjuk, hogy merre kell menni. Ugye körbejártuk az egész területet, szóval szigetek. Szigeteket nézünk át. Van még tovább mocsár, de akkor hogy lehet, hogy körbejártam?
Ne! Nem nyomtam mentést. Franc. Inkább a lootot felvettem. Ja, legalább a lootot felvettem. Mit tanultunk, srácok? Húzzunk el a fenébe erről a helyről. De azért kiütöm az ablakokat még egyszer. Úgyhogy a mocsárban nem a föld felett van tovább az út. Most mi van? Na azért. Így van, és nyomni kell az F9-et, hogy legyen mentésünk. Ez is fontos. Nem tudom, ezek mi múlik, hogy felélednek. Gyere, gyere, jó lesz, gyere. ...752 HP-juk van. Az a durva, hogy itt a legnagyobb sebzéseket a mílik nyomják. Komoly. Jaj, ne, hát a csacsit megtámadták. Milyen érdekes. Csacsi még ott sétálgathatna egy kicsit, hát ha behúzza a félpályát. Nem a csacsit támadják először, itt nem az volt a gond, hanem a csacsi ugye nagyon lemaradva mozog a csapathoz képest, ezért... Jaj, de jó! És ott pont respawnolt egy zombi. Így a fene mi történt. Édes Istenem! Megint. Tehát, hogy ez egy olyan hely, ahol a csacsi nem tud hátul maradni. Jó, hát így meg pláne... Hát így meg pláne nem, hogy ott van egy sárkány. Édes Istenem, megint be fog mindent húzni. Hát gyere már ide, te szerencsétlen. Gyere már ide! Csacsi. Oda. Hát ez hihetetlen. Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen, srácok. Na jó. Visszamegyünk oda. De hogy így nem kell kimenned, csacsi? Ne legyél már fogyi. Ne legyél már fogyi. Menj vissza. Jó. Jó. Csacsinak milyen viselkedés van beállítva? Szabadon mozog, szabadon támad. Na várjál. Mindenhova követi az ellenséget.
karakter a helyén marad, lehet amúgy ezt kell megnyomni neki. Állást tartani. És akkor nem lesz gond. Na, a csacsi így meg... De így is... Hát a fene se tudja, nem tudom, így milyen lesz. Az viszont biztos, hogy itt nem mehetek így a temetőben, mert a csacsi nem fog tudni jól viselkedni. Kerülnöm kell. Viszont megyünk balra, és akkor azt a részt is felfedezzük egy kicsit. Nem kötelező, de felfedezzük. Wow! Csak ilyen enemy mágnes. Nagy kár. Ez is deidegesítő, amikor így elszalad az enemy és a karaktere meg utána, és nem tudom neki azt mondani, hogy ne, csak akkor, hogyha lepauzolom a játékot. És akkor egyesével mondom neki, hogy mit kéne csinálni. Egy zombó. Na, jól láttam. Ezt mondjuk nem láttam. Oké. Itt is vannak. Nyápic brigadéros. Sárdobó. Aha. Na. Mentés. Mocsári lény. Ja, azt hittem, hogy a Shadow-ból az a... izé... kígyó. György közben 29-es szintű közelharci lett. Nyomod, nyomod, nagyon jó. Aja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 j
van, mint 3 game, abban rendesen működik a második rész, de nincs benne a DLC. Ezt nem vágom, srácok. Ezt nem vágom. Ott van még egy banya. Na jó. Ismét mehet egy mentés. Közben ez itt azt villogja, hogy megtisztítottuk a templomot. Mangler.
Megmondom őszintén, nem emlékszem, mi az a mangler. Nekem magyarításos DLC és kiegészítős Dungeon Siege 2-n van. Ez nem tudom mi volt, ez bug volt, de örülök neki, hogy nem sebezték meg a csapatot. Wow, nagyon szép csapat, nagyon szép teljesítmény. Hú, de hogy bugol a hang? Hát, hogy így elkezdődik a hang, de így véget él. Mit csináltok? Fú, de itt... Ne legyetek már suták. Na. Égés pajzs. Gyorsmentes. Mehetünk tovább. Vavá. Még egy mentés. Hát szerintem nem is érdemes full HD-ba tenni a Dungeon Siege 2-t. Most a játék nekem 1360x768-ban van, és szerintem amúgy a kettőt is majd abba fogom játszani, mert nem lesz elég nagy a UI, hogyha nagyobb felbontásra rakom. Mennyire fogy a manánk? Fogyogat, de jók vagyunk. Vavá. Baszus, itt nagyon jól fejlődnek a karakterek. Egy pontot ad a természet mágia képességhez. Wow! Tesszük is be rögtön. ...78-97 szúros harci kalapács. Ha. Hoppá, harci mágiához kapunk egyet. Százas páncélzat. Wow! Egy pont a közelharcra. Szúros vékony sapka. Aha. Az a helyzet, ez egyébként jöhet erre a mágusra, mert 5-tel több védelmet ad. Ja. Egy pont az erőre. Wow! Az is nagyon zsír. Ez egy jobb pajzs. Ilyen, mi történik? Wabá. Szóval, hogy ez egy jobb pajzsnak tűnik. Aha. Erről ugye most nincs használatban, de attól még jobb. A csacsi ennyire hátul van. Gyere már előrébb, csacsi. De csacsi. Hát
Hát igen, ezt sokkal jobban át kell majd néznünk. Egy az ügyességhez. Na, ez például nagyon jó. Valakinek még csizmája se volt. Jó, nekik van. Na most kapott az IS-unk olyat, hogy egy az ügyesség, ez az wow, az nagyon zsír. Égés pajzs kuka. Távol harchoz. 172-es szíje páncél. Mi? Nem fért el? Nesze. Valahogy így. És akkor így már rögtön el fog férni. Ah, ez. És mit akarunk neki adni? Ezt. 172, az 91-es. Neki 100-as van, tehát akkor a 172 az neki megy. Jó. Pillanat, srácok. Á, nem akarom megnyomni az autórendezést. Nézzük már meg ezt közelre. Így nézett ki, és most így néz ki. Fancy. Na, többé nem érdekel. Ja, 344-es lett a páncélzatunk. Jajjaj, azt hogy, azt kicsinálta a banya. Megyünk tovább, verői. Nyomod. Megyünk. Jó. Ne! Szegény csacsi! Na mi ez a gyűrű? 10 a páncélzathoz. 10 a páncélzathoz. Szóval 355-ös páncélzata van ennek a karakternek. Kemény. Na most már mehetünk tovább, srácok. Még mindig a mocsárban. Még mindig az úton. De jó ég! Nyomod! Merik intelligenciát nyert. Na nézzük. Milyen jó lesz majd két csacsival? Szerintem vissza fogom sírni azt, amikor többen voltunk. Azt a... On the
Andi Amos. Egy emberi lény minő öröm, már úgy tűnt, hogy csak szörnyek léteznek. Arany után kutatok, amit Fédriel Ilyász versenyéről loptak el. Mint mágus, fiatalnak tűnhetek a szemedbe, de varázslatokat jól ismerek. Egy kevés aranyért szívesen segítek szakmát. Szakmámat jól értem, csak valaki kell, hogy fedezzem. 98 ezerért egy 25-ös természetmágus. Na hát az a helyzet, hogy a 25-ös természetmágus az kell nekünk. Tehát, mondom a tervet, Zedet ott hagyjuk a fenébe. Ti is így döntenétek, igaz, srácok? 14-es természetmágus a helyett a 25-ös, az csak jó lesz. Még akkor is, hogyha 100 ezeret kell érte fizetni. Így van, Zed itt is maradhat a mocsárba. Ne szívassatok már. Most itt kötözködtök. Nem értem, hogy Zed miért nem tudott amúgy ennyire fejlődni. Mágusok ilyen lassan fejlődnek, basszus. Lehet, hogy a izé nem, ez a villámcsapás, vagy ez a zep, ez nem húzza őt annyira. Na gyere, csillagokra úgy látszik fordul a szerencsém. Andimus, varázsló tanonc, állok szolgálatodra. Na nézzük. És ő hozott nekünk egy könyvet. Nem nagyon, mennyi csebb ez az most nálam. Megnézem. Itt kiírja? 21-25. Hát az nem sok. A villám 76-83. Hát akkor ezeket le kéne cserélni, bakker. Húha. És ha neki adjuk? Most ez 21-25. Ez nála 30-34, aha. Ez régi játék már? Igen, ez régi játék már, 2002-es. Van itt ilyenünk, hogy villám. Az 63-72. Jéglövedék, az is amúgy jól hangzik. Ezeket itt így mind berakjuk. Hogy nála már van ilyen, hát akkor ez meg eladás lesz. Egy életlopás találatonként. Jaj, a bőrkesztyű az kell. Hát egy pont a természet mágiára. Egy pont az intelligenciára. Hát egy pont inkább az intelligenciára. Szerves köpönyeg a róka. Csacsinán elférnem. És akkor adunk, ott van, ott a regenerálás egyébként. Hát ezt majd ki tudjuk próbálni. Jól van. A varázskönyvet is ide tesszük.
Szevasz, Hangdél. Skorp idézés a csacsinál az még hasznos is lehet. Ja, lehetne idézni állatokat. De az itt olyan nehéz. Mármint abból a szempontból nehéz, hogy arra mindig figyelni. De lehetne idézni. Mert akkor a healereknél három varázslat közül kéne választani, mármint a természetmágusoknál, most meg csak kettő. És ez így kényelmes. Kényelmesebb. Szevasz Zed, köszi, hogy itt voltál. Az az oka, hogy varázsló vagyok, igaz? Na, akkor tisztázzunk valamit, mi nem áldozunk gyerekeket, nem hagyjuk meg se vagyodni a tejet, és mindenek előtt nem változtatunk senkit varangyán, még akkor sem, ha egy ilyen varázslatot éppen most szívesen birtokolnék. Hord el magad! Borolj meg ennyi, hogy 200 idősrész, és nézzek, hogy mennyi ideig marad lent a lény. Oksa. Egyszerre csak egy lényt irányíthatsz. Ja. Ja, ja. Jó, mehetünk tovább. Annyi különbséggel, hogy Meriket is megelőzte Andy Musa 24-es természetmágus. Hát, hogy ő most már brutál lesz elvileg. Nézzük. Na. Babá, babá! Amúgy lehetne egyébként ezt csinálni. Tehát lehetne ezt csinálni úgy méghozzá, hogy ő skorpiót idéz. Ez sok manát el fog vinni, de megnézzük. Hűha. Ez a regenerálás, mint hogyha nem is csinálna semmit. Ezt nekem kéne elnyomni. A célt egy természetes aura veszi körül, ami javít a gyógyuláson. Hogy ez egy buff. Vannak olyan lények, amiknek nagyobb a... hogy tovább maradnak lent. Hm.
A csacsi is ott rúdos, azt nézzétek. Gyors mentés. És itt megyünk tovább a hídon. Remélem lassan vége lesz ennek a résznek. Skorpió az így hova megy? Hát szok behúzni mindent? Akkor az jó lesz. Ahogy látom, igen. Jó, drága dolog egyébként a Skorpió idézés. Na hát ez... Oké, újabb jó hely. Vicces hely. A Skorpió. Oké. Hűha! Lettek ám enemik. Szerencsére ezek a banyák nagyon gyorsan halnak. Huszonegy pont az egészségre. Meghalt. Egy pont a harci mágiára, értitek? Most kapok egy ilyet. Kár. Nagy kár. Kisebb elemfeket meg is öli, nem csak behúzza, ha. Hát amúgy itt kéne jobban körülnézni. A gyűrű kevés helyet foglal legalább, igen. Oké.
Jégszilánk 11. Aha. Menjen a jégszilánk. Hűha, nem tudom, mit csinál a csapat. Fura dolgot csinál a csapat, ahogy látom. Az ellenségről nem is beszélve. Elkezdtem gyűrűket kapni végre? Aha. A izémen már teli vagyunk gyűrűvel, az első karin, a másodikon is, az IS-nak még kellenek gyűrűk. Meg a mágusoknak. Lehet ez még gyengusz. Já! Volt valaki. Ez valami német játék lesz, itt ennyit mondogatják, hogy já! Köszi szépen, Predok, hogy itt voltál. Szép napot neked, szia! Já! Nagyon mókás ez a fájt itt. Hova megy? Hát ez katasztrófa. Az a menedzselés, ami itt kell. Ez katasztrófa, srácok. Hát, hogy ott áll egy ember, hiába mondta meg, hogy támadjanak. Áll az ember, azt néz. Mondtam nekik, hogy atak, de nem csinált semmit. Ott mi van? Arany. Na, menjünk tovább. Kés, bot, íj. Még tovább. Azt mondja, hogy italok. Automatikus mentés. Verma! Nézd csak a ficsúrokat a verandámon! Hát nem csinosak a halcukájukban? Az orr magasan a levegőben, pillantásra sem méltatnak. De Verma tudja. Miképp nyerheti el a figyelmüket? Gyógyító kenőcsök kaphatók, italom kondérból frissen csapolom, aranyért jó szívvel adom. 70 000 egy ilyen szett. 38-52, mi durvábban nyomjuk, úgyhogy ez aladás. Kuka. Lassú kétkezes 78-97. Nem. Mondjuk közelharci képe, meg villámsebzést is csinál, tehát azért az elég jó. Szevasz, Szeri. Kár, hogy lassul. 78-97. Jó lenne egy ilyen. Egyelőre megtartjuk. Bár 20 000-et adnak érte. Egy pont a közelharc képességhez.
12 pont az egészséghez. Hoppá! Na, az jó lát. Hiába van rajta ilyen hülyeség, még akkor is tudjuk használni. Sodor, csapka, a rúka. Nyolc pont a páncélzathoz. 42 az egészséghez. Egy az erőhöz. Nézzük csak. 10-es, 6-os. Aha, 14-es lesz belőle, meg egy erő. Aha. Hát, ladás. Ragyogó verői, 60-82. Lassú. Gyengusz. Sajnos gyengusz. Nincs valami jó fegyver amúgy ennél. 50-68. 100 ezerért van amúgy. Az helyzet még ennél is jobb így kellene. Mármint szám szerint. Még ez se jó. Manalopás. Bizalmas Sternum hang a jólétű. Ezt kaptuk az egyik küldiért. Manalopás találatonként. Az jöhet. Meg italok is vannak nála. Nem tudom, mennyi manapotik kellene egyébként. Át kell rendezni az inventórit, srácok. Ez a 452-es. Hát, nem tudom mennyi manapotival. Valószínűleg amúgy nem kell sokat venni. Lesz az utolsó helyen. Ezt meg abba töltjük. Na most mi van? Nem tudom rendezni, srácok. Az előbb nem engedte rendezni a cuccaimat. Azt kell megnézni, hogy a többieknél van-e manapoti. Na, ezt például neki oda lehet adni. És akkor most már lehet látni, hogy még kell nekünk kettő manapoti, a szevasz. De jó! 1400-as mana feltöltés. Úristen! A nagypotik végre megjelentek. Jó, hát akkor tudjátok mi a helyzet, tudjátok mi a dörgés. Még akkor is, hogyha ez most nagyon sokba fog nekünk kerülni.
Okay. Ilyet? Így van ez megcsinálva. Csak hármat lehet venni. És akkor most jöhet a mana is. Valahogy így szerintem megfelelő lesz. Na hát most azt kell megnézni, hogy a csacsinál levő cuccok közül mi az, ami eladásra megy. Az ott biztos, az is szintén. Az is eladásra megy fixen. Az is. Az is. Kettő a közelharchoz. Az is. Sajnos ez is. 31-es páncélzatú sapka, az marad. Méghozzá valahogy így. 79-116-os kard. Eladás. Huszonnégy. 20-20. Aha, ez már 35. Akkor ez is eladás, az is. Az is. Az is. Ahogy ez is. Így. Mindegy, hogy hogy rendezzük, úgyis elad, úgyis el lesz adva. Jól el van látva a potival az öreg lány itt a mocsár közepén. Igen, Matt. Igen, igen. Ő magának főzi. De hogy honnan szedi? Honnan szedi ezt a sok cuccot? Azt ugye nem tudni. Ugye gyanús. Gyanús egy picit. Szuper. 500 ezer pénzem lett most. 500 ezer. Jesszus. Mehetünk tovább. Jaj, nem. Jaj, nem. Egészség, egészséges zombi. Kupoid. Babá, 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 babá. Hm.
Pupoly. Pupod. Nem tudom. Az én pupom? Vagy most ez mi? Ez, hogy pupod. A mágusok miért maradtak ott lám? A mini karaktereink lettek tényleg a legerősebbek, hihetetlen. Én azt hittem az IAS majd jó lesz, de nem tűnik jónak, srácok. Ú, ott egy kágyó. Gyere, elmegyünk a kágyóra. Tűha! Jó, mehet a sari. De így miért megy? Ostoba tím! Na, már valahol megjelent egy öreg asszony is. Ott van öreg asszony kell csapni. Öregasszony kapta. Ez a gond, ott van még egy. Oké. Okay. És van még egy öregasszony. Ilyet gyorsan eleresztünk. Most mehet a minden lótolása. Jó. Oké. Mentés. Mehetünk tovább. Ez a kamera nézet, kérem szépen. Srácok, egy kicsit. Tehát, hogy így. Most így mi van a kamera nézet? Tehát eddig követte a karaktert. Most meg így a kamera csak úgy van. Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen, srácok. Most így minden is bebagol. Ott fent, fent most már a kamerájkán fixen ott van. Aha! Igen, az a T-gomb miatt volt. Megnyomtam a T-gombot. Köszi szépen. Köszi szépen. Megint itt vannak az öreg asszonyok. Na de hol az az itt? Ott van. Meg ott. Hát ott. Mondom ott. Aha, ez jó.
Vavá. Köszi amúgy, Taki, ez volt a megoldás, amit mondtál. Vavá. Mert... Ó, de jó lesz ennek a zónának véget vetni. Már nagyon várom. Csapat! Együtt menjetek! Kilejétek egymást! Az helyzet, ez a játék jelenlegi formájában nem áll készen erre a nagyon nyitott részre. Nem áll jól neki se a csacsit illetően, se a karaktereket, ahogy mozognak. Nagyon nem jó. Na tessék. Kellett nekem itt panaszkodnom. Még egy mentés. Most itt fel. Jaj, az öreg asszonyok. Jó, jött a kövi. És nem idéztek semmit, de... Jó, és akkor erre mi van? Erre mi van, ahogy látom. Jaj, de jó. Jó. Az egyik öletni az öreg asszonyokat. Hú, nagyon sok öreg asszony van itt. Jó, még egy van. Ott van még egy. Jó, ott van még egy. Jó, és most mehet a fa. Ja, még ott van még egy. Jó, ott meg oda idéztek valamit. Az is ott halt. És akkor most mindenki is halt. Leadjuk a cuccet és megyünk tovább. De ezen a részen már voltunk. Viszont itt nem néztünk jobban körül. Na, a lángszóros. Gobot tűzördög. Tényleg, ebbe tud az ijász puskát használni? Emlékszik valaki üzenetek ilyesmire? Azt hiszem a DS2-ben nem volt ilyen puska, de... De akkor ezek szerint az egybe volt ez a tűzpuska. Ó.
És most lehet azt hiszem, hogy de jó, hogy végre leértünk. Lehet, hogy nem lesz nagy a boldogság. És a csacsi hol van? Fönt. Jaj. Az komoly, leértünk, mert meghal a csapat. Goblin harcos. Sziasztok, valaki tudja, hogy itthon mikor lesz lancsa az MV2-nek az Early Access beta idő szerint? Hát Zeus Money beírott a Google-ba, hogy COD, meg hogy MV2, és azt is, hogy beta, meg azt is, hogy datás, azt ki fogja dobni. Tehát, hogy beintsz egy random streamre, azt megkérdezel egy ilyet, érted? Miből gondolod, hogy valaki tudni fogja? A kódnak az oldalán ezek az infók nagyon részletesen, tüzetesen össze vannak egyébként szedve. Előrébb leszel, de hát a random színben miért lenni előrébb, mint az interneten? Érted? Mint a Google-val. Na mindegy, ne akarja megérteni mi. Jézus, milyen rész ez! Kályha! Értitek az a neve, hogy kályha? Ez a zóna se tűnik jobbnak. Arra nem is beszél, hogy az IA-szunk semmit nem csinál. Miért nem csinál semmit az IA-sz? Ostoba IA-sz! Ostoba tuk! Azt közben kiírja, hogy ügyesebb lett, de hát nem is csinált semmit. Hogy lett ügyesebb, hogyha nem csinált semmit? Neked tetszik? Nem is lehet látni egyébként, ahogy lő. Bosszúból beállítám tanknak az IA-szt. Megölni botot? Az neve, hogy megölni botot. Gondolom az a neve, hogy Kill Bot. Magyarul elég fura neve van. Nem nagyon sebzünk ezekre. Hova megy? Ő menekül éppen, srácok, mert leütöttük nagyon durván a HP-ját. Elszaladt az enemy.
Elment. Konkrétan elment az enemy. Most átállítottuk a healereket healálni. Megint menekülnek ezek a goblinok. Még egy kályha mínusz. Na most már támadhatnak a mágusok. Megnézzük, hogy erre mi van. Hoppá, itt van a lof HP-s. Oké, erre tudtunk volna egyébként is közbe jönni, mert körbe jönni. Jó, és akkor itt megyünk tovább, srácok, gyors egy mentés. Hihetetlen, hogy elszaladnak a goblinok. Amúgy majd a főkarakternek egy főkarakter. A fő, tehát a tankunknak kéne egy jobb fegyver. Igen, úgy elfelejtenek támadni egyébként az emberek hátul. Sőt, hogy önmagában elfelejtenek támadni az embereim. Jó. Csacsi, hol van? Világ végén. Jó. Itt mentünk egyet, srácok, és innen folytatjuk majd legközelebb. Na, így állunk most. 30-as ereje van Györgynek, 35-ös közelharci, Gloern 29-es és 31-es közelharci, úgyhogy azon még kell fejlesztenie. Sotiris 30-as ügyességű, 35-ös távolsági, mesterlövész, Andiemus, aki egy új karakter most a csapatba, illetve három másikat elküldtünk. Ő egy 24-es szintű természetmágus, 27-es intelligenciával. Merik is hasonló, csak neki 21-es természet mágia ereje van. A mágusaink nem fejlődnek olyan jól, mint a csapat többi tagja, de hát ez azért van, mert nekik varázsolniuk kell. A healerek ugye nem tudnak mindig healálni, hogyha meg támadnak, akkor meg lehet, hogy meghal a csapat, találnia kell a varázslatuknak, úgyhogy nincs egyszerű dolgok a mágusoknak, de most már kevesebben vagyunk, ergo valószínűleg gyorsabban fogunk fejlődni. A lootot nem nézem most át, ezt majd meghagyjuk legközelebbre. És akkor hátha kijön ebből valami jó. Illetve továbbra is nagyon várom, hogy a Dungeon Siege 2-vel tudjak majd játszani. Ha tippel nem kénem, lassan megleszünk ezzel a 4-es felvonással. Vagy ennek a zónának a végén, vagy a következőn. És hát utána a harmadik felvonásnak ez a krot erődítménye jön majd. Ha jól rémlik. Ha jól rémlik, az
ezután, vagy a következő zóna után jön majd. De örülök, hogy a mocsárt azt most sikerült letudni. Ja, várom, hogy mi hamarabb vége legyen a DS1-nek, és DS2-szessünk újra, mert az igazi szerelem.